Szóval tegnap előtt a ebédet, vacsorát, reggelit, mindent én készítettem, és akkor Ádám a felajánlotta, hogy ő fog ma nekünk főzni. De közben megérkezett Ákos is a testvére, de mondtam neki, hogy csak olyan kaját főzöm, ami nem haladja meg a képességeit, úgyhogy mutatom. A Tactical Foodnak a gyors katonai kajáját fogjuk enni. Elmondom, hogy hogy készül egészen pontosan. Bonts ki az acskót, furralja fel 3 deci vizet, öntsd bele, kavargasd meg, hagyd 7 percig állni. És ezt a nagyszerű ebédet, ezt Ádámnak köszönhetjük, köszönjük szépen. Ilyen zsákba macskaszerűen húzogattuk ki őket, hogy ki mit fog enni. Ádám, gyere, fordítsa, mert én máshoz értek, te meg a fordításhoz, úgyhogy ő a... Hát jó, és a buckwheat potentől ki... Tudod, mi a buckwheat? Valamilyen, akkor sose vagyok kis. Na ezt majd megfejtjük menet közben. Szóval én tésztát eszek ilyen vegetáriánus, zöldséges kiadással. Valaki marhát fog enni spagettivel, bolognéze módra. Illetve ez a... Sikerült megfejteni? Hajdina. Hajdinával. Pulyka? Hajdinával pulykát fogunk enni, úgyhogy hatalmas főzés lesz, eszméletlenül gurmé találkozó. Maradjatok itt, és akkor látni fogjátok, hogy milyen finom kajákat eszünk. Ebédkészítés közben ugye, amit Ádám készít, az történt, hogy hát Ádám lelépett valamerre, úgyhogy ez a komoly feladat is rám hárult, hogy felöntsem 3 deci vízzel a ételeket, úgyhogy a víz már felfort, mutatom nektek, hogy hogy történik ezeknek az elkészítése. Ez volt a legbonyolultabb feladat, tehát kibontottuk a 3 zacskót, mindegyik zacskóban volt egy ilyen kis plusz tasak. És akkor egész egyszerűen csak fogjuk. És mindegyikre rá fogunk tölteni. Körülbelül. Három deci vizet. És akkor ennyi lenne, hagyjuk állni. 7 perc, hetet, annyit kell várni, addigra megdagad, elkészül, úgyhogy 7 perc múlva jön a puding próbája. Megcsináltam az ebédet, amit te csinálsz. Ádám, elmondanád, hogy mit csinálsz? Teát. Miből készíted a teát? Csalámból, árva csalámból és illatos turkujából. És ki fogja meginni? Én. Meg aki kér belőle. Én mindenképp megiszom. Szerintem nagyon egészséges, én azt gondolom, hogy lesz olyan jó, mint csodapulmixnak a főzete. Azt tudod, hogy a csalán vízhajtó? Tudom. Hányszor keltél fel az éjszaka pisilni? Kétszer.
De tenni kellett a tűzre is, úgyhogy mind a kétszer. Jó volt. Én valójában örülök neki, hogy sokszor fel kell éjszaka, mert nem nekem kell tenni a tűzre, úgyhogy így a csak azt a csalánteját. Ne, 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 ne. Fagok. Ja. Akkor szia. Fújka. Na, én ettem már ilyet, én tudom, hogy mire számít, csak a többiek nem, úgyhogy csak őszintén. Jó. Hát nem épp, nem, nem túl tudosak. Kicsit vérszegény. Répás. Hát, jó étvágyat. Enyém az kifejezetten jó. Én jól jártam. Ákos? Jó. Jó? Tényleg? Mondhatod, hogy szar, hogyha nem? Nem őszintén. Én őszintén leszek. Nem rossz íze van, de hogy a spagetti bolognézéhez semmi között. Paradicsom hiányzik belőle. Lehet az volt az a kizás, amit adtak hozzá. Ne! Nem vicces. Nem most. Úgy kibírnád vele egy hétig? Mi megkurtonik már is azért. Majd fogunk. Nagyon erős a marha ide. Kóstolod. Szeretnél lépni? De. Semmi köze a bolognyaihoz. Tehát ezt csak csúfolják. Nincs le jobb az alját, nem? Ádám még készítik Ákosnak a menedéket, én addig, mivel ez egy dekatlonos ponyva és csak két felfüggesztési pontja van, középről, hogy meg tudjuk erősíteni, készítek egy kis csipeszt. Nagyon egyszerű, fogunk egy friss hajtást, egy görcsöt kiválasztunk, a görcs mögött 1 centivel elvágjuk már a kis fadarabot, majd a görcs után hagyunk egy 5 centit, amit én leszoktam tisztítani, és akkor késnek a segítségével bemetszük. Ugye a görcs nem fogja engedni, hogy majd ez a bemetszés ez tovább szaladjon. Tehát így néz ki elválasztva, és akkor egy kötél segítségével ezt majd fel fogjuk rögzíteni a ponyvára. Így, egyszerű görccsel megkötjük, és akkor én utána úgy szoktam csinálni, hogy vagy a bicskát így beledugom és felhelyezem a ponyvára, hogy a bicskának van itt egy kis sörbontója, ami ugye nem vág, nem éles, azt hogyha beledugjuk, nem tudunk átcsinálni a ponyvában sem. És akkor a gyakorlatban ez így néz ki, hogy fogjuk, és akkor szépen rátoljuk. És bőven fog annyit, hogy a ponyvát azt ide fel tudjuk így rögzíteni. Áthúzom. És akkor fenn megkötöm. Így. És akkor ezt szépen ott megtartja.
Ennyi az egész. Tartja erősen. Nincs értelme tovább variálni. Na és akkor, ahogy láthatjátok, most már még egy menedékkel, még egy fővel ki teljesült a táborunk. Ezt a maradék kis, hát 24 órát, ezt már hárman fogjuk itt eltölteni. Már csak egy akkumulátor van a kamerámhoz, bár a napelemes töltők dolgoznak, de nem igazán tudják 100%-ba feltölteni. Most a maradék akkumulátorok, amik eddig már lemerültek, 25%-on vannak, de remélem, hogy annyi energiát még azért tudok belőlük kicsalni, hogy az estig, illetve a holnap napközben még tudjak egy pár bejelentkezést csinálni nektek. Ma még jönnek ilyen kis apró cseprő kis nittek. Tervben van, hogy elmegyünk gyermekláncfüvet, papatyi virágot gyűjteni, ugyanis Ádámnál van szőlőcukor, és csinálni fogunk belőle egy kis szirupot, mert a vendégünk hozott magával egy kis waffelt, és szeretnénk valami kis szószt ráönteni. Elnézést attól, aki nem ezt szokta meg tőlem, de ez már csak egy ilyen informatív videó napló lesz, úgyhogy hát az imént készítettem el a csipeszt a menedékhez, és szörnyű balesetért egy ekkora vágás sikerült ejtsek a saját kezemen, és nem fogok belehalni, nyilván nem fogok belepusztulni, csak mint érdekesség szeretném nektek megmutatni, hogy azért az erdő nagyon sok mindent rejteget nekünk, ugye megismerkedtünk a különböző főző növényekkel, tehát használtuk ki csalánt, meg illatos turbúját az elmúlt napokban, viszont vannak egyéb más jellegű gyógynövények is, amit jó, hogyha az ember megismer, és saját hasznára, saját javára tudja fordítani. Ez a kis növényeske, ez nem más, mint az árva csalán, aminek egyébként nem csak a virága fogyasztható, maga a növény tele van C-vitaminnal, és nem csak a virága fogyasztható és ad egy ilyen édeskés ízt, hanem a levele az gyógyhatású készítmény, nagyon sok gyógyhatású növény, nagyon sok gyógyhatású készítménybe szokták használni, ugyanis antibakteriális és sebösszehúzó hatása van, így az ilyen kisebb hegekre, ami vérzik, ugye, tudnak csípni ezek az apró kicsi sérülések, jó, általában nem foglalkozik vele az ember, de hogyha mondjuk gyerekkel jössz ki, akkor fogod, összemorzsolod ezt a kis levelet, rögtön elkezdi a nedveit kiengedni, és akkor nyugodtan így a nyílt sebre rá lehet tenni. Nagyon gyors a seb összehúzó hatása, tehát ilyen pici bőrfelületi, éppen húsigérű sérüléseket tényleg pillanatok alatt összehúz, és elállítja a vérzést. Természetesen mindenkinek azt javaslom, hogy hordja magával az első segélycsomagot, és hozzon magával EU-csomagot az erdőbe, de ezek is érdekes kis szösszeneteket, és mégiscsak bushcraft az, amit mi itt kint művelünk, vagy valami ilyesmi, és jó, hogyha az ember tisztában van ezekkel. Úgyhogy hát, ennyit szerettem volna, mint érdekesség még megjegyezni nektek. Szóval ezt a videót harmadjára veszem föl, mert kétszer egymás után nem sikerült megnyomjam a rec gombot. Szóval most értünk vissza a pitypang szedésből, de a fele pitypangot leszárasztam, mert hogy
ennek el kell távolítani, én el szoktam távolítani a szárát, mert megkeseríti a szirupot. Két maréknyi pitypang sziromhoz körülbelül egy fél liternyi vizet kell feltölteni, és akkor Ádám, amit hozott magával, a szőlőcukrot, azt, annak a tartalékait most teljesen kifosztjuk, és felhasználjuk a szirup készítéséhez, amit majd a waffellel, ezzel a száraz gofrival fogunk elfogyasztani. Egyébként, hogy egy kis boszorkány konyha legyen még a pitypangnak a teljes terjedelme elfogyasztató gyökérzettől a virágzatig, mint minden gyógynövény, ez is úgy kezdődik, hogy nagyon magas C-vitamin és vitamin tartalma van, de a leveleit most nem szedtük össze, mert nincs rá szükségünk, nem készítünk se salátát, se szendvicsbe nem rakjuk bele, viszont a gyökereiből hoztunk, ezt is harmadjára mondom el, amit már itt beáztattunk, így néz ki a gyökérzete, beáztattunk, lemossuk róla a dzsuvát, megtisztítjuk, hagyjuk lecsöpögni, utána pedig serpenyőbe kiszárítjuk, picit összetörjük, és akkor kávét fogunk belőle készíteni, megkóstoljuk azt is. Nyilván nem tudunk vendégül látni senkit, annyi nem készül belőle, de az is egy izgalmas próbálkozás lesz. Úgyhogy ennyi. Kicsit közelebb kell nekem, és most a tűzhez így jön. Hány szemed van? Hát mind a fiad lehet. Igen? Igen. Ez az ölt. Vagy express. Aha. Csak az, hogy nem tudom hány szem, de... Na, ezt is a port is nyugodtan ölt bele. Na? Elkészült a pitypang szirup, mivel nem volt elég cukrunk itt, sajnos nem lett elég sűrű, de megnézzük, hogy a funkcióját betölti-e és finomabb betölle a waffel. Beletöljük a waffelt. Ákos. Kös waffel. Megkóstolod a szirupos waffelt? Mi lesz forró nagy leforrásban? Nem az. Mint egy gyenge méz olyan, nem? Ugye csak ezt otthon megcsinálom sok cukorra. Nem teszed.
Benne vágtam. De ehhez fűrész kell. De megoldja. Megoldja. Mit szület? Ez az a sár, sár. A sárnak ennyi időt le kell imádni. Állj meg! Jó reggelt kívánok! Eljött a utolsó nap. Eltöltöttük kint az erdőbe utolsó éjszakánkat. Hát nekem ez volt a legjobb, sőt, tehát az összes kint alvásomat beleértve, ez volt a legjobb alvásom eddig. Fantasztikus volt. Nagyon szép volt az éjszaka. Pedig hidegebb volt, mint az előző éjjel, de mégis valahogy komfortosabban aludtam. Vagy megszoktam az erdőt, vagy megszoktam a fekhelyemet. Nem tudom, hogy mi történt.
Igazából ez a kis lyuk a hálózsákon, ami arra szolgálna, hogy az arcomat dugjam ki. Itt egy gallér, kidugtam az egész fejemet, ezáltal rengeteg mozgásterem volt. Ugye a hálózsákon belül nagyon sokat tudtam mozogni, hogyha kell. Illetve a kis párnámat azt nem a hálózsákba tettem bele, hanem a hálózsákon kívül helyeztem el. És nem tudom, lehet, hogy ezeknek az összessége okozta ezt a komfortérzetet, de baromi jól aludtam, nagyon szép volt. Elkezdtek csipogni a madarak, arra keltem fel végül is. Éjszaka a szélfogónk sajnos kigyulladt, illetve az egyik tartórúdja. Úgyhogy hát azt el kellett égetni a tűz mellett. Az már kiszolgálta magát. Úgyhogy ébredezünk, lassan tábort bontunk. Én megfűzöm azt a pitypang gyökér kávét, messze belőzködünk és megyünk sajnos hazafele. Közben Ádám is felkelt, hogy elfogyasszuk a 4 nap koronai kövét, elkészült a kávé. És hát sajnos letelt a 4 nap 3 éjszakánk. Én baromi jól éreztem magamat, nagyon sokat tapasztaltunk, nagyon sok mindenben tudunk hova fejlődni és tudunk változtatni. Ahhoz képest, hogy vadcampingnek indult, szerintem nagyon sok mindent kipróbáltunk és nagyon sok hagyományőrző praktikával találkoztunk. Ádám, röviden, te hogy érezted magad? Tanúságosan. Jó volt. Nagyon jó volt. Alig várom, hogy újra jöjjünk. Tényleg. Főleg az utolsó éjszaka nagyon jól sikerült. Az előző kettőhöz képest ez nagyon sokat adott a pont az élményhez. Reggel azon gondolkoztam, amikor bejelentkeztem, hogy annyira el voltunk fáradva, hogy azért aludtunk jót, vagy annyira komfortossá vált most már. Szerintem a komfort. Nekem abszolút azok az érdekes, hogy azt gondolom, hogy apró változtatásokon múlik minden. Kis apróságok nagyon sokat. Igen, néha egy kicsit múlik. Csak nekem például mondom, annyi történt, hogy a hálózsákból kívülre raktam a párnát, és tök komfortos lett az egész. Na, milyen a kávé? Jó. Tényleg jó. Tök érdekes, de? Na hát, köszönjük, hogy velünk tartottatok ebbe a kis kiruccanásba, ebbe a videónaplóba.
Úgyhogy tudjátok, mit szoktam ilyenkor mondani, stay wide, legyetek vadak, találkozunk.